Putnik Tamás következik a sportpercekkel. Kellemes szép estét kívánok mindenkinek! Az elmúlt héten újabb világbajnokkal bővült az egyébként sem szegényes bajai sportélet. Csihi János aranyérmet nyert a Budapesten megrendezett Senior Challenge világbajnokságon. A bajai judó klub emellett még egy bronzéremmel is büszkélkedhet, ezt Tamás László hozta haza. Csihi János kedvező előjelekkel várta a hazai rendezésű világbajnokságot, hiszen az előző évben a kontinens tornán nem talált legyőzőre is aranyéremmel térhetett haza. Most is remekül sikerült számára a felkészülés, így jó formában várta a verseny kezdetét. Hát az aranyérmérig 3 meccsen volt, egy osztrákot, egy svéd versenyzőt, és a döntőbe jutást az orosz versenyzőt győztem le, akivel már Linyánóban az Európa-bajnokság döntőjét vívtuk. Csihi János akkor is és most is győzni tudott, így jöhetett a finálé egy olasz judokával szemben. Itt megint csak győztesként került ki a küzdelemből, így az Európa-bajnoki cím után mostantól világbajnoknak is mondhatja magát a bajai sportoló. Az aranyérem mellett még egy medáliát nyertek a bajaiak, Tamás László bronzzal térhetett haza a VB-ről. Ő az első fordulóban erőnyerő volt, míg a második körben 20 másodperc alatt elintézett egy mongol versenyzőt. Ezt követte egy német elleni elődöntő. Az egész mérkőzésen egy indításom volt, amiben nem kontrázott, hanem tovább görgetett, ami az új szabályok szerint, tehát hozzátenni, hogy az én időmben ez semmi volt. Én úgy is értékeltem, hogy mondjuk most nem sikerült, majd a következőre kidülünk a szőnyegről, van egy mate, és folytatjuk. Hát nem ezt a bíró maténak értékelte. És azt hiszem, igaza volt az új szabályok szerint. Tehát ebben viszont hiányos volt a felkészülésem. A sportolók most megérdemelt pihenőjüket töltik, majd az augusztusi bajai edzőtáborban megkezdik felkészülésüket az őszi Európa-bajnokságra.